Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A mai alkalommal, szintén Líviával, a töltött káposztát fogunk készíteni. Kétféle töltött káposztát. Az egyiket rizssel készítjük, a másikat pedig kukorica darával vagy kukorica kásával. És mind a kettőnek a szabolcsi verzióját, tehát az édes verzióját fogjuk elkészíteni. Ennek az egyik koronázatlan vagy koronázott királynője, Lívia, akinek én köszönöm át is adom a terepet. Én közben elmondom, hogy mi az, mik azok a hozzávalók, amik szükségesek az elkészítéséhez. Ugye kezdjük a vörös hagymával. Jelen esetben apró kis kockára fogja Lívia felszeletelni a hagymát. Szükségünk van hozzá egy zsírosabb darált húsra, ez pedig nem más, mint a sertésnek a lapocka része. Szükségünk van még hozzá füstölt, sózott házi szalonnára, amit ledarálunk. Itt ezt el is készítettük már. Természetesen hozzávalója egy jófajta fűszerpaprika, sónk, füstölt kolbászunk van, rizsünk, illetve kukoricadara vagy kukoricakása, természetesen káposzta. Ha töltött káposztát szeretnének otthon készíteni, akkor mindenféleképpen a lapos, vékony levelű káposztát keressék. Lívia, hol tanultad ezt a töltött káposzta receptet? Hát én ezt Kárpátalján tanultam, mivel én onnan származom, Ungvár mellől, és nagymamám tanította meg. Zseniálisan gyorsan tudod készíteni, és nagyon-nagyon finoman. Igen, és laktató is, finom is, mutat is. És ez a verzió abszolút szabolcsi, vagy ez a szabolcs. A szabolcsot most akkor nevezzük ki, hogy a szabolcs, Szatmár, Bereg és a Kárpát. Ugye ami most Kárpátalja, az még gyakorlatilag ennek a régiónak is nevezhető egy kicsikét. Ez az, amikor serceg. Ez a jó, ez nagyon fontos. Jó, amikor főznek, akkor hadd süljön, hadd sercegjen minden. És nem kell félni, tehát itt ezek a jó kis sült törzsanyagok még több ízt fognak hozzáadni az ételünkhöz. Igen, amikor ez már itt szépen elolvadt, és egy picikét így megpörzsölődött a kis husika, még ami van a szalonnán, akkor hozzáadjuk a hagymát. És kavargatjuk, hogy oda ne égjen. És ezt mennyire kell lepiríteni, Lívia? Hát egy picikét így meg kell csak fonnyasztani. Na, úgy látom, hogy ez most már kellőképp elkészült. Leveszem a tűzről, és hozzáadom a piros paprikát, az őrölt piros paprikát. Azért vesszük le, hogy ne égjen meg. Gazdagon, mert kívánja a káposzta, a töltött káposzta, hogyha gazdagon megy bele a darált paprika. És picike fokhagyma krémet. Ezt ízlés szerint. Én nem szoktam nagyon sok fokhagymát hozzáadni, hisz nem ez adja meg a káposztának az ízét. Ezzel így elkészült a hagymás zsír. Ezt a mennyiséget te körülbelül mennyi húshoz adnád hozzá? Egy kiló? Egy kiló hús, fél kiló rizs. Én ezt így szoktam otthon elkészíteni, mert a család így szereti. Hozzátesszük a húshoz a hosszú szemű rizset. Szépen hozzáadjuk a zsiradékot. Fűszerezzük. Só. Azt adhatunk bőven, mert a rizs kívánja, meg felszívja. Az őrölt bors. És akkor szépen összekeverjük. Így néz ki a töltelék.
És ezzel kész is vagyunk a töltelék elkészítésével. Amikor készen vagyunk gyakorlatilag ezzel a húsmasszával, ezzel a töltelékkel, oda teszünk egy fazék vizet főni, amiben majd a leveleire szedett káposztát szépen meg... Fonnyasztjuk. Fonnyasztjuk, így van. Elmondjuk közben azt is, hogy hogyan készítsék el a kukoricadarás káposztát. Kell hozzá a kukoricadara. Igen. Ugyanazt a metodikát megcsinálják a hússal, mint amit az előbb mi elkészítettünk Líviával, kivéve, hogy rizs helyett. Kukoricadarát fogunk használni, és arra kell ügyelni, hogy nem a nagyon apróra őrölt kukoricalisztet vegyék meg, hanem egy kicsit ilyen nagyobb hatású, durva legyen, tört kukoricához hasonlít. Ezt kell használni, mert ebből lesz finom a káposzta. És akkor körülbelül az 1 kg hús, az mennyi kukoricadarát keversz hozzá? Ebből kevesebbet teszek, mint a rizsből. Én 30-40 dekát szoktam hozzátenni. Ezt meg is mutatjuk, mert közben mi ezt összekevertük. Közben a vízünk az kellőképpen forr. Teszünk bele egy pici sót. Megfogjuk a káposztát, és ugye kivágjuk a torzsát belőle. Ezt kivesszük, és akkor ezt beletesszük a picit forrásban lévő vízbe. Közben ezt egy picit így belenyomkodjuk a vízbe, hogy mindenhol érje a forró víz. Elkészült a káposztalevelünk, és akkor gyakorlatilag most Lívia már itt az előbb kicsit kiválogatta azokat a káposztaleveleket, ami a lábasunknak az aljára fog kerülni. És akkor elkezdjük tölteni a káposztát, ezt a vastag részét levágjuk szépen. Többféleképpen lehet a káposztát tölteni. Lehet úgy, hogy két oldalt ráhajtom, és akkor így szépen feltekerem. Ez így néz ki. És akkor szépen a fazék aljára. Illetve a másik, ami egy kicsikét talán hagyományosabb, vagy többet találkozni vele, hogyha ilyen tölcsérszerűen tekerjük be, összefogjuk az alját, hogy ott ki ne csúszson, és akkor ezt itt rányomogjuk, vagy ráhajtogatjuk. Egy ilyen tölcsér. Lívia rettentően gyorsan, én néztem az időt, 8 perc alatt le is töltötte ezt a káposzta mennyiséget, ami már itt van, és akkor most megmutatjuk, hogy hogyan kell belehelyezni a lábasunkba ezeket a káposztákat. Amíg Lívia ezt készíti, én vágok a előzőekben látható füstölt, nagyon finom füstölt kolbászunkból nagyobb darabokat, amit majd ebbe a lábasba bele fogunk tenni. Ez fogja megadni a káposztánknak a már zsírjára pirított, tehát zsiradékká pirított, ez a helyes megfogalmazás, füstölt szalona mellé azt a plusz füstös ízt, amit mi nagyon szeretünk a szabolcsi töltött káposztában. Ezt a kis aprót rátesszük a tetejére, tehát felhasználunk mindent a káposztának, minden darabját fel tudjuk így használni. Ezzel így kész is van, be van töltve, és akkor... És akkor most jön, amitől gyakorlatilag nagyon szabolcsi ez a káposzta, ez pedig a... Ugye? A paradicsomunk, igen. Beleteszünk egy kis tányért lefordítva fejjel lefelé, lefedjük fedővel. És lefedjük. És várjuk a csodát. Mennyi fővés kell ennek, Lívia? Onnantól számítva, hogy felfő és lehúzzuk takarékra, én 20 percig szoktam főzni. Én szeretem, hogyha nincs nagyon szétfőve, nem nyers, pont jó egy 20 perc.
Közben Lívia szintén egy lábasba beletette a kukoricadarást töltött káposztánkat, tettünk rá, vágtunk egy kis paradicsomot, és amitől különbözni fog az, a főzése az előző káposztától, hogy ehhez teszünk egy kicsi savanyú káposztát, savanyított káposztát. Én nem tudom, hogy vagy vele, Lívia, de a debreceniek csinálják úgy a káposztát, hogy kaprosan. Kaprosan. Nem, én nem szoktam kaprosan. Te nem szoktad? Tegyünk meg hozzá egy kicsi kaprot. Jó? Csak ide a tetejére. Rendben. Jó, hogy ott infúzionáljon azzal a pici íze. Nagyon jó. Szintén édes káposzta, de szintén nem a savanyú, csak tesznek hozzá egy pici kaprot. Ezt is felöntjük vízzel. Itt lehet több vizet is használni, bőven. Mert ugye a kukoricadara sokkal jobban felfogja. Igen, és tovább is főzzük. Körülbelül egy órát kell főzni. Úgyhogy ezt lehet bőven, hogy ellepje a víz. Ugyanúgy én szoktam egy picike kis sót így utólag még a tetejére. Pici bors. És aki szereti a csípőset, csípős paprikát, akár friss zöld paprikát, 2-3 karikát így a tetejére, vagy másféle csípős paprikát. Elkészült a nagyszerű töltött káposztánk, és most már csak annyi van hátra, hogy tálaljunk. És ha az előhöz is tettünk zöld fűszert, ehhez nem fogunk. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.